Majd másnapos arcot fogok nektek bemutatni, hogy hogyan teremtsünk egy gollamszerű fejből egy valamennyire friss megjelenést. Első lépés. Hidratálás, hidratáló krém. Már ez előtt megmostam az arcomat, ugyebár ki vagyunk száradva. Minél több a hidratálás, annál jobb. Minél előbb megcsinálom a szemöldökömet, hogy úgy nézek ki, mint egy ember. Ezt használom a Bobbi Brown Longwear Gel Eyeliner in Sepia. Ez egy hosszantartó, sötétbarna gél szemtus, és én a szemöldökömre használom, mert hosszantartó és vízálló és izzadságálló a kedvenc termékem valaha. Ott kezdem a betöltést, ahol a legkevesebb szemöldök van. Már is egy kicsit jobban nézünk ki, de még nem annyira. Következő lépés az alapozás. Hogy simánban menjen fel az alapozó, összekeverem egy arc primerrel. Ez azért van, hogy hosszantartóbban is fennmaradjon az alapozó. 3/4 alapozó, 1/4 primer. Majd egy ecsetnek a hátuljával összekeverem. Az alapozó azért is fontos, hogy kiegyenlítsem az arcomnak a színét, és egy kicsit eltakarja az igazságot. Következő lépés, ez egy korrektor, ami azért kell, hogy felvilágosítja a szem alatti sötétséget. Ez pedig egy púder, amivel le kell fixálni. Ezt minden folyékony állagú vagy krémes állagú terméket mindig le kell fixálni egy púderrel, vagy különben elfolyik, vagy elmozdul. A L'Oreal Infallible 24-Hour Matte Powder-t használom. Akkor miután megcsináltuk az alapozást és a korrektor, utána az egész arcunkat le kell fixálni egy púderrel, mert mint az előbb mondtam, elfolyik egy puffy ecsettel, csak átsmítom vele az arcomat. Ezután a legfontosabb tipp, amit nektek adhatnék, valaha vagy bármikor fáradtak, vagy másnaposak vagytok, egy sötét vagy vibráns rúzs, vagy egy szín a szájra teljesen feldobja az arcodat, és úgy néz ki, mintha egy csomót készülöttél pedig. És ráadásul, hogyha sötét a szánk, akkor sokkal kevesebbet kell csinálni a szemünkön, vagy az egész arcunkon, vele annyi időbe kerül az elkészülődés. Először egy szájkontúrt használok, egy Rimmel szájkontúr ceruza, 011 Spice. És utána pedig ezt a két Bourjois matt folyékony rúst fogom használni, kicsit összekeverve. Ez egy csomó ideig fennmarad, és én nagyon szeretem ezeket. Ezután pedig használhatunk egy kicsi bronzosítót, csak hogy egy kis életet hozzunk vissza az arcunkba. A kontúrokat egy nagyon kicsit kiemeljük, és úgy nézzen ki, hogy jól. Majd egy kis pirosítót használok, csak az arcomnak az almácskáira, és ez egy kicsit olyan egészségesnek néz ki, de csak egy kicsit. Így, ugyanezzel a sötét barnával, amit a szemöldökünket csináltuk. Egy nagyon-nagyon kicsit kihúzom a szememet, ezt nem muszáj mindenkinek. Nekem már eléggé sötét a szemem, meg a hajam, meg a szemöldököm, és kell valamiféle definíció a szememre, mert különben sokkal halottabbnak nézek ki, de mint mondtam, ezt nem muszáj mindenkinek. Kell egy kis szempillaspirál. Thank you.
készen is vagyunk. Ezután készen is lennénk, és hogyha másnapos vagytok, akkor sokat kell inni és enni. És hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Remélem, hogy valamiben segített, vagy mondtam valami újat. Ha akartok, akkor kövessetek Instagramon vagy Twitteron, mind a kettő Bori Balint, mert az a nevem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el, vagy pedig feliratkozni a csatornámra. Minden héten kétszer csinálok videót. Sziasztok!